Szép napot kívánok mindenkinek! Mielőtt még belekezdenénk az 5 a 10-ből játékunknak, egy nagyon örömteli kötelességemnek kell, hogy eleget tegyek. Itt van mellettem Tamás, aki a ma reggeli nyertesünk volt, és pontosan 500 ezer forintot nyert el tőlünk. Üdvözlöm, Tamás! Na, milyen érzés itt lenni a stúdióban? Ah, nagyon jó. Melyik szóval nyert, kivel játszott? Kizárásos alapon velem vagy a Mikivel? Mikivel játszottam, és az esküvő volt a feladvány. És meglepődött, mikor önnél csörgött a telefon? Kicsit meglepődtem. Hogy történt? Besér távirati stílusban. Hát, regisztráltam kétszer telefonon, aztán egyszer csak csörgött a telefon, de nem is akartam felvenni, de mégis valami sugallta, hogy vegyem fel. És a Miki meg szólt, hogy... Tehát két regisztráció volt összesen. És gyakorlatilag ennyi kellett ehhez. Azt mondjuk mindig, hogy a pénz jó helyre megy, és egy picit beszélgettünk ugye az adás előtt, és mondta, hogy igazából mostanában nincs munkája. Igen. Mi történt? Hát leépítés volt, és hát sorra kerültem én is sajnos. Na de, se baj, egy picit azt gondolom, hogy ezzel az 500 ezer forinttal ki tudjuk húzni ezeket a kínos időket, és bízom benne, hogy azért hamarosan talál munkát. Tamás, engedje meg, hogy ünnepélyesen átadjam az 500 ezer forintos jól megérdemelt nyereményét. Így jó? Jó, nagyon szép. Így odaadom. Köszönöm. Szép, mi? Jó érzés. Igen. Elmegyünk vacsizni? Jól van. No, hát akkor egy shake hands, puszi. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és gratulálok még egyszer a nyereményéhez. Viszlát, Tamás. No, hát ennyire fantasztikus ez a játék, ugye, hogy minden reggel lehet nyerni tőlünk nagyon-nagyon sok pénzt, főleg ezen a héten, ugye, Valentin napot közeledve, ugye, egyre klasszabb akcióink vannak, minden egyes reggel 250 ezer forint a tét, és ráadásul minden nyertesünk bejöhet, és átveheti ugye a nyereményét. Én borzasztóan örülök annak, hogy a pénz ismét jó helyre került, gratulálok még egyszer Tamásnak, és holnap reggel is vigyék el a sok pénzüket.